Felhívott, és mondta, hogy akkor azonnal küld is a felvételt, hogy nézzem meg, hogy van egyáltalán kedvem hozzá, tetszik-e. És megnéztem, nyeltem egy nagyot, hogy hát mondom, hogy ez állati jó. Hát én ezt mindenképpen meg szeretném csinálni. Jelenleg a Budapesti Operettszínház énekkarában énekelek, illetve mellette egy újpesti zeneiskolában tanítok népi éneket. A Nassai zenekarral énekelek együtt rendszeresen, de vannak még különféle népi zenekarok, akikkel el szoktam menni koncertezni. Úgyhogy ez így röviden és tömören, de amúgy most végzek majd klasszikus énekszakon, úgyhogy nekem ez a népzene és a klasszikus zene teszi ki az életemet, illetve mellette a Bihari János Táncegyüttesben táncolok. Szerencsém van, mert a Rémi Tüci, meg az Api is nagyon sokat segített velük, tudtam próbálni kétszer-háromszor, meg hát a Görög Zolival vele is többször. Az alatt az egy hónap alatt, és hát az előadás előtt 3 nappal találkoztam így egybe a csapattal, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas volt, és hát nem is nagyon ismertük egymást igazából, úgyhogy hát én nagyon izgultam. Egyetlen egy dolog miatt nem izgultam, az éneklés miatt. Ami nagyon érdekes volt, hogy a Görög Zolival való kis kettősünk, amit tulajdonképpen, tehát hogy ez egy erőszaktétel, hogy abba az volt az első, amibe azt éreztem, hogy abba teljesen megérkeztem. De mindenki tapasztal olyan bántást, ami azért maradandó a lelkében. És most oké, hogy volt egy ilyen fizikai bántalmazós szituáció, de hogy oda szerintem oda minden belefért. Te vagy, barna legény. Te vagy mind a két életem egyetlen reménye. Ha ez az egy remény is elmulandó álló, nem leszek én boldog ezen. A másik kedvencem az az Apival, ugye az édesapa lánya kapcsolat, és ez annyira fantasztikusan van megcsinálva, hát ez gyönyörű. Hát amikor néztem még a felvételt, amikor a Peti küldte, hát azért teljesen oda voltam. És akkor az is tök jó, hogy nem az van, hogy nem az volt, hogy akkor jó, akkor elképzelem a saját apukámat, hanem azokat az érzéseket, amiket én érzek, vagy éreztem az édesapámmal kapcsolatban. Szóval ez ilyen tök érdekes, hogy csak így tényleg így jöttek, így azt éreztem, hogy így jön. Szomorú fűzága, mintha csüket lelkem szárnyai volnának. Nem az előadás aztán, hanem hogy ti használjátok az előadást. Ez egy nagyon nagy minőségi előre lépés, vagy előreugrás. Tehát ez a legnagyobb színházaknak tud a sajátja lenni, vagy a legnagyobb színészi élményeknek tud a sajátja lenni, amikor minden azért tudsz lejátszani valamiből ötvenet, mert minden nap van valami mondani valód azzal, amit csinálsz. Mindenki nagyon segítőkész volt, szerintem a Marcival is nagyon hamar
egy hullám hosszra kerültünk, és igazából ami a hátránya volt ennek a rövid időnek, igazából az volt számomra az előnye, hogy nem agyaltam annyira túl az egészet, mint ahogy szoktam. Persze így is kellett gondolkodni, mert hogy mikor, hol kell lenni, miből, hány lépés, most forgás, most milyen zene, most mi történik, most kivel, mi van, milyen relációban vagyok. De hogy az volt bennem, hogy nem akarom ezt így túl gondolni, hogy most akkor jó, most akkor azt kell éreznem, hogy. És az volt a legjobb az egészben, hogy azt éreztem, hogy olyan hamar így bele tudtam így süppedni az egészbe, hogy így annyira magaménak éreztem az egészet. Egy szó mint száz, hogy olyan életszerű volt az egész. És szerintem tényleg ezért volt nagyon könnyű nekem ebbe belehelyezkedni.